Na egész fel vagy. Na ilyen családban még egy szemekről csinálom már a műsor. Na! Szóval a mennyasszony eldobja a mennyasszonyi csokrot a vőlegény, pedig a hagyomány szerint a harisnyakötőt, úgyhogy Andrisom az a feladat, hogy letérdelünk, a hölgy felraktak. Kezeket hátra, te pedig leszedett foggal. Foggal! A harisnyakötőt. Mindegy, valamit tegyél. Valami elbűjön, az a lényeg. Amelyik fogra kék. És most dob hátra. Karapásra kék színe van. Jó mondod, jó mondod. Egy, amit érzel most. Karapás alapján kék színű. De nem a százast fogod meg, amit a fogtündér ott hagyod. Alapján menni fog, meg lesz. Emelnek egy kicsit alapján. Ez nem az volt. Nem. Ez egy másik. És az összes nőtlen úriembert kérem a táncparkett közepére. Fiúk, az összes nőtlen úriembert ide középre. Kérsz még egyesét? Jó zenedefi. Na fiúk, itt vagyunk? Mindenki? Nem. Na, ki hiányzik a csapatból? Na, hátul a fiúk. Átadjam a mikrofont! Na, az összes nőtlen úriembert kérjük ide a táncparkett közepére, fiú, gyertek onnan hátulról! Aki nőszölni kér, szopaj valamit, elnézd! Na, meg vagyunk! Andrisom, ki hiányzik a csapatból? Nem úgy kell vennem! Gergő, hát! Fiúk, egy lépést tegyünk hátrába, hogy ugrotok, be fogjátok venni a fejeteket. Az italt tegyük le. Na, hiányzik még valaki? Tomi, Tamásom! Hol van? Schiller kertész Tomi! Tomika! Na fiúk, akkor az Andris eldobja a harisnyakötőt, annyit kér, ne törjük össze magunkat, lesz még esély, jó? Andrisom, háttal ideálunk, nagyot kell dobni, mert nincs súlya. Fiúk, mi nem törjük össze magunkat, ne akadjon fent, jó? Na, 3-ra, 1, 2, 3. Megvagyunk, és akkor még egy feladat, a mennyasszonynak a keresztanyukáját kérjük még ide. Drága keresztmama, megtisztelő feladat lesz a része.